A jegyzőasztala, a helyszín pedig, amelyről beszélünk ezúttal, Pest Erzsébet, és Pest Erzsébeten is érvényes az, ami az egész országban igaz, hogy tudnélik április 8-án országgyűlési választások lesznek, és az egyes választókerületekben a jegyző az, aki összefogja ennek az egész folyamatnak, bonyolult és jelentős folyamatnak a lebonyolítását, ő felelős nagyon sok mindennél. Tulajdonképpen mi minden az, ami ilyen szempontból a jegyzőasztalán ott tornyosul. Igen, április 8-án ugye országgyűlési választások lesznek. Nagyjából két csoportra osztható, hogyha külön akarom választani, hogy mik azok a feladatok, amik nálunk vannak. Egyrészt az egyéni jelöltekkel kapcsolatosan ellátandó feladatok, másrészt pedig a választópolgárok oldaláról a névjegyzék vezetéssel és a névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeknek az ellátása. Ez a szavazás napját megelőzően gyakorlatilag már egy-két hónappal beinduló folyamat most is zajlik. Ugye az országgyűlési választások alkalmával a 199 parlamenti képviselőt választjuk meg. A magyar választási rendszer az vegyes, ami azt jelenti, hogy a 199 országgyűlési képviselő közül 106 az egyes egyéni választókerületekből kerül be a parlamentbe, a fennmaradó 93 fő pedig országos listáról kerülhet be. A helyi önkormányzatnak a hivatala és annak a vezetője a jegyző egyrészt azt a feladatot fogja össze, hogy az egyéni jelölteknek a nyilvántartásba vétele, illetve az azt megelőzően az ajánlások összegyűjtése a megfelelő mederben folyjon. Ez a jelöltállítási időszak még jelenleg is folyamatban van, március 5-ig tart egyébként. A mi feladatunk az az, hogy egyrészt az ajánló éveket kiadjuk azoknak a jelölteknek, akik ajánlásokat szeretnének gyűjteni. Ugye a jelölt az lehet, aki 500 érvényes ajánlást összegyűjt a választópolgárok részéről. Ha megvan ez az 500 érvényes ajánlás, akkor az OEVB, ez az úgynevezett Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság nyilvántartásba veszi a jelölteket. Ez a folyamat zajlik március 5-ig. Elnézést, hogy itt közbeszólok, de ugye kulcskérdés, hogy az 500 név az minden szempontból érvényes adatokkal kerüljön ezekre a listákra. Ezt önök ellenőrzik? Így van, ezt mi ellenőrizzük, és az érvényességnek az a feltétele, először is, hogy az ajánlásokat csak az általunk kiadott ajánlóéveken lehet összegyűjteni, és az ajánlóéveken szerepeltetni kell az ajánló részéről a nevét, lakcímét, édesanyja nevét, személyazonosítóját, és a saját kezű aláírását. Azért hangsúlyozom ki, hogy saját kezű aláírást, mert az adatokat, azokat más is beírhatja az ajánlóévre, de az aláírás az csak a választópolgár saját kezű aláírása lehet. Amikor megkapjuk a kitöltött ajánlóéveket, akkor elkezdődik az ellenőrzés, ez 3 napon belül kell egyébként elvégeznünk, és gyakorlatilag ellenőrizzük azt, hogy nincs esetleg többes ajánlás, ami ugye nem lehetséges, az ajánló választópolgár valamennyi adata feltüntetésre került-e, és szerepel-e a névjegyzékben, a központi névjegyzékben, ez is alapvető feltétel. A többes ajánlás az mit jelent, hogy egy valaki nem ajánlhat több jelöltet? Egy valaki ajánlhat több jelöltet, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Tehát egy jelöltre csak egy ajánlás érkezhet. Ez utóbbi eset, ha nem teljesül, akkor beszélünk többes ajánlásról, ami érvény. Tehát akkor ugye csak, hogy lezárjuk ezt a részét a dolognak, ebben az esetben nem működhet az, ami mondjuk működik nagyon sok más ilyen közfunkcióban, hogy tudnélik valaki megbízást ad, tehát akár tanúk jelenlétében is felhatalmaz valakit, hogy az ő nevében tegyen ezt, azt, amazt, itt ez nem működik. Itt nem működik, itt csak saját kezű aláírással lehet az ajánlást megtenni, igen. Igen, nincs meghatalmazás. És akkor, hogyha ez megtörténik, akkor nagyot lélegeznek, gondolom, hogy megtörténik. Meg gondolom, ez egy elég komoly munka. Mellesleg ez az ajánlás, ez csak abban az esetben lehetséges, hogyha valaki ott van állandóra bejelentve, ahol az ajánlást megteszi, vagy igen, bárhol ajánlhat bárkit? Nem, tehát az egyéni választókerületi jelöltre csak az egyéni választókerületben lakcímmel rendelkező választópolgár adhat jelölést. És akkor a tartózkodási helye ebben nem... Állandó lakcím az irányadó. Állandó lakcím az irányadó. Igen. Akkor önöknek ezt ki kell bogarászni, egybevetni, és ha ez megtörténik, akkor... Ha ez megtörténik, ez ugye 3 napon belüli munka kell, hogy legyen, és a
Negyedik napon pedig az Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság, ez az OEVB, nyilvántartásba veszi a jelöltet. Tehát ha megvan az 500 érvényes ajánlás, akkor megtörténik a nyilvántartásba vétel. Abban az esetben, ha nincs meg ez a szám, tehát 500 alatt van az érvényes ajánlások száma, akkor pedig elutasítja, visszautasítja a nyilvántartásba vételt. Itt fontos tudni egyébként, hogy ha a számban van probléma, tehát nincs meg az 500, akkor pótlólag még gyűjthető ajánlás. Ezeket utólag be lehet hozni. Nyilván a március 5-i határidő itt irányadó, és a korábbiakkal együtt számolja újra az OEVI, és hogyha megvan az 500, akkor a bizottság nyilvántartásba veszi utólag a jelöltet. Akkor ezzel ilyen szempontból, aki ezt a lécet megugrotta, ha úgy tetszik, akkor már hivatalos jelöltként vesz részt a választási kampányban, amely eltart egészen. Hát egészen meddig? A szavazás napjáig gyakorlatilag. Tehát maga a kampány tevékenység ugye a szavazás napját megelőző 50. napon kezdődik, ez esetünkben február 17-e volt, és a szavazás napján is folytatható még kampány bizonyos megkötésekkel, tehát például választási gyűlést a szavazás napján nem lehet tartani. Van egy ilyen szabály, és ez az úgynevezett relatív területi kampánytilalom, ami azt jelenti, hogy a szavazó helyiséget magában foglaló épület 150 méteres körzetében nem lehet kampánytevékenységet folytatni, politikai reklám nem adható le a médiában a szavazás napján, de egyébként egyéb kampánytevékenység folytatható. Önök felelősek azért is, hogy maga a választás aztán rendben megtörténjen, ugye mind a hogy is hívják ezt a bizottságot, amelyiknek szavazatszámláló bizottság. Szavazatszámláló bizottság. Mind az rendben legyen, mind pedig az egész procedúra. Itt már túl vannak dolgokon? Amint túl vagyunk, az a szavazatszámláló bizottsági tagoknak a megválasztás, ez a képviselőtestület hatásköre, ez a februári testületi ülésen megtörtént. Tehát gyakorlatilag összeállt a szavazatszámláló bizottságoknak a választott tagjainak köre. Ugye a jelölő szervezetek is delegálhatnak tagokat ezekbe a bizottságokba. Ez még most van folyamatban. Ami alapvető szabály, hogy legalább 5 tagúnak kell lenni a szavazatszámláló bizottságnak. Ez a bizottság gyakorlatilag felel a szavazás napján a törvényes lebonyolításért, ott magában a szavazókörökben, a szavazóhelyiségekben. Gondoskodik arról, hogy a mozgóúnak érelmes választópolgárok hozzájussanak a lehetőséghez, hogy szavazni tudjanak, és egyáltalán a törvényességet, a pártatlanságot biztosítják a szavazás napján, és természetesen számlálással megállapítják a nap végén a szavazóköri eredményeket, és erről jegyzőkönyvet vesznek fel. Említette a mozgóurnás lehetőségeket, ez egy világos, egyértelmű procedúra? Érdemes róla szót ejteni, mert az a tapasztalat, hogy sok esetben nem egyértelmű, hogy mi a kérelmezésnek a megfelelő módja. Először is le kell szögezni azt, hogy egészségi állapot, fogyatékosság vagy fogvatartás esetén lehet kérni mozgóurnát. Egyéb szempontok, például munkavégzési kötelezettség vagy kényelmi szempontok ebben nem játszanak szerepet, tehát erre alapozva nem lehet kérelmezni. Magát a mozgóurna kérelmet még a szavazás napján is 15 óráig be lehet nyújtani. Érdemes azonban abban az esetben, ha előre látható, hogy mozgóurnára lesz szükség, minél előbb ezt megtenni, hogy a választási iroda is mielőbb tudjon ez ígyben intézkedni. Praktikusan önöknél kell igényelni. Így van, igen. Egyébként lehet elektronikusan is, személyesen is, illetve postai úton is a kérelmet benyújtani. Amire nagyon kell figyelni egyébként általában minden kérelem esetén, hogy a kérelemben feltüntetett adatok azok teljesen megegyezzenek a lakcímkártyán és a személyében lévő adatokkal, mert akár egy betű eltérés is, vagy névelírás problémát okozhat, és vissza kell utasítanunk a kérelmet, ami azt jelenti, hogy be lehet újra nyújtani, de hát ugye ez egy időigényes folyamat, úgyhogy célszerű már rögtön odafigyelni az elején, hogy minden adat pontosan szerepeljen. Egyébként hogyha valaki, teszem azt, akár máshonnan indul, de éppen a választás napján Pesterzsébeten lesz, vagy fordítva Pesterzsébet és valahol máshol lesz az országban, akkor attól még gyakorolhatja a jogait, ugye? Így van. Ebben az esetben átjelentkezési kérelmet kell benyújtania, ha nem a lakóhelye szerinti szavazókörben szeretne szavazni. Ezt a kérelmet a szavazás napját megelőző pénteken 16 óráig lehet benyújtani, illetve visszavonni is adott esetben.
Az átjelentkezéskor ugye egyértelmű, hogy nem a lakóhelye szerinti helyen fog szavazni a választópolgár, meg kell jelölni azt a települést, ahol szavazni szeretne, és gyakorlatilag ő ott lesz nyilvántartásban, és ott kerül a szavazóköri névjegyzékre, ami itt ennél a választástípusnál külön kiemelendő, hogy ugye a szavazás az egyrészt egyéni jelöltre történik, másrészt pártlistára, tehát két szavazólap lesz. Átjelentkezés esetén az átjelentkező választópolgár a lakóhelye szerinti egyéni jelöltre tud szavazni, tehát olyan szavazólapot fog kapni az átjelentkezés ellenére, amin a saját lakóhelye szerinti egyéni jelöltek szerepelnek. Egy speciális terület a nemzetiségi nyomvonalon szavazók köre. Erről mit lehet tudni, illetve mit kell tudni? Azt kell tudni, hogy a központi névjegyzékben kérheti a választópolgár, hogy nemzetiségi választópolgárként kerüljön rögzítésre. Ez nagyon fontos, hogy ha már ilyen kérelem korábban megnyújtásra került, akkor az érvényes minden egyes következő választása, tehát nem kell külön újra kérni. Ezt azért is emelem ki, mert hogyha ez mégis megtörténik, akkor automatikus elutasítást fog kapni a kérelmező arra vonatkozóan, hogy korábban már benyújtott ilyen kérelmet. A kérelem benyújtásakor meg lehet külön azt is jelölni, hogy az országgyűlési képviselők választásakor ő pártlista helyett nemzetiségi listára szeretne szavazni. Ez abban az esetben történik, hogyha indít a nemzetiség listát, országos listát, és hogyha a kérelmező így kéri, akkor ő az országgyűlési választás alkalmával nem a pártlistás szavazólapot fogja megkapni, hanem a nemzetiségi listás szavazólapot. Most azzal együtt, hogy mindaz, amit elmondott, az világos és érthető, ha valaki mégis mélyebben szeretne megismerkedni mindazzal, ami körülveszi ezt a választást április 8-án, akkor mit csináljon? Önökhöz lehet fordulni, vagy akár weboldalakhoz? Igen, akár hozzánk is lehet fordulni. Minden választókerületben választási információs szolgálat működik. Ezek a szolgálatok jellemzően az aktuális, konkrét kérdésekben tudnak segíteni, milyen kérelmet hogyan kell kitölteni. Ha valaki a választás rendszerével kapcsolatban szeretne mélyebben tájékozódni, akkor a választás.hu honlapot javaslom, mert ott minden általános választással kapcsolatos információ megtalálható, illetve az aktuális választásokról is található, akár az eredmény megállapításra kiterjedően is részletes leírás, és ott érdemes is lehet tájékozódni. Tehát akkor voltak éppen most ebben az időszakban, egészen a választásig, tehát április 8-áig önök a háttérben folytatják azt az előkészítést, ami ahhoz kell, hogy sikeres legyen a választás. Ennek a számítástechnikai adatbázis háttere az olajozottan működik? Olajozottan működik. Minden ilyen alkalommal a Nemzeti Választási Iroda egyrészt folyamatos segítséget nyújt az informatikai rendszerek működtetéséhez, eszközöket is kapunk ezekhez, speciális programok, gépek, akár speciális nyomtatók is szükségesek, de ezt a központból minden esetben megkapjuk. Gördülékenyen működnek, megfelelő számú készülék, és ha esetleg valami fennakadás történne, akkor azonnali segítséget kapunk a központi szervektől, úgyhogy ez teljesen jól működik, igen. Köszönjük szépen, jöjjön máskor is. Köszönöm szépen a meghívást.